Sziasztok, én DreamDevil vagyok, és a mai videóban újra elhoztam nektek egy ládanyitogatásos videót, méghozzá a GG Drop nevezetű weboldalon. Hogyha feljöttek az oldalra a leírásban a lévő linken, vagy a top kommentben is ott lesz, akkor mindenféleképpen a narancsárga pénztárcára kattintsatok rá, és írjátok be a promókódhoz az, hogy DreamDevil. Ezáltal kaptok 11% feltöltési bónusz, már hogyha fel szeretnétek tölteni, de hogyha nem szeretnétek feltölteni, ez nekem egy segítség, hogyha ezt beírjátok, mivel a statisztikát ez boostolja. Ezek a szerencsjátékos videók le lesznek törölve a főcsatornámról, szóval erről a Dream és át fog minden kerülni a Dream Devil Gambling-re, szóval ha te esetleg szereted nézni a játékot, vagy szeretnél támogatni, akkor mindenféleképpen a leírásban megtalálod a Dream Devil Gambling csatornát. Az oldalon Probably Fair verzió működik, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben tisztességesen tudod kinyitni a ládákat az oldalon. Ez ugye annó nem volt bent, ezt mindjárt majd egy kicsit később elmesélem, hogy miről is beszélek, viszont jelenleg már ben van ez az oldalon, ez azt jelenti, hogyha ha got írnak arra, hogy kinyithatod ezt az m 4 akkor ténylegesen 1%-od van, nem tudja megbuherálni az oldal. Hogyha rákattintasz így itt a kerékfunkcióra és megpörgeted, akkor az én secret kódommal, amit a képernyőn látok, bérjátok, tudtok kapni egy nagyon komoly bónuszt. Ezt ajánlom mindenkinek, hogyha felléptek az oldalra. Az oldalon jelenleg található egy Legend of Dragons nevezetű event, ami azt jelenti, hogy ezeket a dragon ládákat nyitod, akkor tudsz kapni sárkány tojásokat. Ki is nyitok egy párat ebből az egész kis Dragon és megnézzük, hogy miket kapunk. Ugye, amit az előbb említett hogy régebben azért én már ismertem az oldalt, ez azt jelenti, hogy Jason Annó csinálta erről az oldalról nem is egy videót, és neki, még ott ugye akkor nem volt bent a Probably Fair verzió, neki meg voltak buherálva a számok. Magyarul ezt úgy értem, hogy ő az 5 dolláros ládákból is nagyon könnyen nyitott 500 dolláros dolgokat. Hú, ez egy kicsit hangos. Tudunk is nyitni, mert 1200 Dragon Pointunk van. Tudunk nyitni például egy aranytojás. Nézzük, hogy mit kapunk az aranytojásból, ezt bemutatom nektek. Aha, Ja, hogy így működik. Ez jó, mindegy, végignézzük. Szóval, ja, annó, ugye Jasonnek volt erről az egészről a videója, akkor ő ki is vett több mint 5000 dollárt, és hát azóta eltelt egy jó pár év, és az oldal jelenleg is üzemel 0,17 dollár, hát ez egyáltalán nem sok. Az oldal jelenleg is üzemel, én is most megnézem, de szerintem látjátok, hogy az én nyitásaim eddig azért nem voltak annyira extrémek, viszont nézzünk valamilyen komoly lánát. Watts. Ebből a vacból van. Az is, aj. Ez egy jó dolog. Ez. Négyből három tíz dolláros usp t nyitok. Biztos, hogy nincsen az én fiókom megcsinálva. Illetve amit észrevettem még az oldalon, hogy folyamatosan 600 körül van a jelenlegi játékos szám, mint hogy akik online-nak az oldalon. Ez nem tudom, hogy miért van, Ezek egy kicsikét nekem érdekes, de kitapasztaljuk majd a következő videóban, megnézzük, hogy hányan vannak ugyanúgy fent. Azért erre én majd rákérdezek a menedzsernél, akivel én jelenleg beszélek. Valamiért nem lehet hozzáadni botokat amúgy a kézbetölhöz, ez nem tudom, hogy miért van, és jelenleg nincs is aktív kézbetöl 600 online playerrel. Hát nem tudom, mindegy, ezeket gyorsan kontraktoljuk be, nézzük meg, hogy mit dob ki. Tegyük fel 354 dollárért. Hát azért jó lenne egy 400-at kihozni belőle, de szerintem még 240 körül lesz. Ó, 130. Azt a kurva, mennyit buktunk ezzel. Eladtam mindent, maradt 560 dollárunk fent. Nem is tudom, hogy melyik ládát lenne érdemes. Igazából egy velvönt, ezt kinyitok, mert ezt még nem nagyon mutattam meg. 380 dolláros láda. Hát. Hát. öt hype ládát nyitunk. Az ja, kinézetre nem egy rossz skin, de hát ára az igen. Még 90 dollárból jelenleg ezt kapunk 50-et, és megnézzük még egyszer ezt. Hát, ó, oh, majdnem egy kis, majdnem, hát azért az jó, majdnem volt. 61 dollár. Szerintem nem voltam, ugye eddig profit nyitásunk. 41%-os upgrade, 400 dollárt 801 dollára. Na, így nézzük, hogy mi lesz belőle. Aj, nagyon gyorsan lelassított. Szép. És még így a videó kedvéért, mivel én ugye ezeket az skineket nem tudom kivenni, megpróbáljuk ezt még beduplázni kétszer is. Most uh, legyen a bal oldalt, ja, hogy nem lehet. Hát -e? Nagyon sok minden nem lehet az oldalon, amit nem értek, mert bal oldalra akartam volna tenni. sziasztok! Most már másnap van. Kaptam újra pénzt az oldalra, amivel egy-kettő ládát még azért meg szeretnék nézni. Viszont 631-en vannak fent, ugye a videóban említettem nem is egyszer, hogy 600 körül van folyamatosan a online játékos szám. Ez nem tudom, hogy miért van, mert amúgy megkérdeztem tőlük, viszont még nem kaptam rá választ. Viszont ezt az 1500 dollárt ezt el szeretném még nyitogatni. Igazából megnézzük. Készbetele. Van egyetlen egy player jelenleg, aki szeretne kézbetörőzni. Megnézzük. Mit tudunk alkotni? Ezt is kipróbáljuk legalább. Következő videóra amúgy valószínűleg kapni fogok már választ, hogy egy az, hogy miért nem lehet botokkal indítani játékot, kettő az, hogy, baj egy kést a srác, kettő az, hogy ugye miért mindig 600-an vannak fent az oldalon. A YouTube-on is amúgy, ahogy említettem, csomó videót láttam arról, hogy csinálják az oldallal kapcsolatos videókat, szóval nyitogatnak, meg van ilyen legit check az oldalról, és ö, azok a videók alapján amúgy tényleg legit az oldal. Nézzük meg ezt a palas YouTube ládát. Az az YouTuber ládát. 650 dollárért nyitunk, na de mit? Majdnem egy és egy kesztyűt. Hát, a kesztyű visszahozta. Abban a szempontból nem volt rossz. sőt, pluszban is lettünk. Nagyon jó. Kinyitunk még belőle ötöt, hát ha. Hát az egyet sikerült csak most kinyitni. Hát ha lesz valami szerencsénk, ha egyben nyitunk ki, és amúgy akkor nem nyitunk. Akkor azt mondtam volna, hogy jó nem is kell többet nyitni, na try again, és 650, pont van annyink. Balasnak a ládájára, az az ötre. Ez most nagyon szegényes lesz, ahogy látom, jaj, assza. Nagyon szar volt. Premium ládák megújultak, és van egy ilyen minimálveres, 1075 dollárért. Legalábbis én nem láttam előzőleg, tegnap ugye, amikor felvettem a videót lettek volna ilyen nem mi mit nyitunk? Ubasz. Uh, Kulcs. 1075 dollárból 640. Mit szólnátok ahhoz, hogyha ezt megpróbálnánk felábrédelni? Fel is húzzuk a csúszkát, és menjen! De ez nem sikerült. Semmire nem voltunk elegek. Jó, minden lényegtelen Igazából, ahogy kapok választ, majd a következő videóban elmondok nektek mindent. Őszinte leszek erre az oldalra, attól függetlenül, mert szponzorál, én személy szerint nem ajánlom, amúgy nagyon érdekes. Majd rá kérdezek pár dologra a menedzsernél, de nem ajánlom, hogy feltöltsetek. Inkább töltsetek fel akkor a Skin Clubra. Ott szerintem azért jobbak az esélyek, meg egy kicsit fejlettebb az oldal. De találkozunk a következő videóban, én DreamDay voltam, sziasztok!